Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bertics Kinga vagyok. Önök a Konyhassó újabb adását látják. A mai vendégem nem más, mint Jánosi Csabi. Először is üdvözöllek a műsorban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szántál ránk is egy kis időt, és a főzésre természetesen. Persze, én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Mit hoztál nekünk, mit fogunk főzni? Ma este egyik nagy kedvencem. Igaz, hogy nagyon ritkán eszem, mert hát akkor ezért maradt a kedvencem biztos. Lehet. Én amúgy nagyon szeretem. Igen, túrós, tejfölös puliszka. Hát, amit én összeválogattam, az nem egy egyszerű túrós puliszka lesz, hanem egy kicsit jútúrós, egy kis telemjás, egy kis tejszínes, szalonnás, és persze ezt mind majd betesszük a sütőbe, egy kicsit kipirítjuk. Ezáltal is lesz neki egy kicsit egy jó kis ilyen, nem is tudom milyen íze, de kicsit érdekesebb maradjunk ennyinél. És a desszert? A desszert megyes pite. Pite? Jellegű. kavartészta lesz, igen, egy megyes kavartészta. Ez egy, hát, egy a piskóta és a nem is tudom minek az ötvözése. Hát, ne bonyolódjunk ebbe bele, maradjunk a kavartésztánál, vagy bögréstészta, így is lehet nevezni. Jól van, hát én minden hozzávalót itt elkészítettem a turós puliszkához. Csináljuk meg a puliszkát, én be is kapcsolom. Addig megkérlek, hogy a szalonát azt szeld föl, aprózd, úgy, ahogy te szeretnéd. Felmelegítem a vizet, teszek bele egy nagyon kevés sót. Engem anyukám úgy tanított, hogy a puliszkának a vizében mindig kell tenni sót. Úgyhogy most besózom én is. Na, és magyarázz közben egy kicsit magadról, mivel is foglalkozol te. Te is egy nagyon sokoldalú ember vagy, ugye? Hát, zenélek, festek. Hát ezeket. Igen. Igen, sok oldalom nincs. Hát dehogy ugye? Nem, azért a festészet az egy annyira szép egy művészet, hogy az én tatám festett amúgy régen. Hát igen, én inkább hobbinak veszem végül is, és akkor... És még hogyha meg is élek, akkor... Ez a legjobb dolog az egészben, hogy valaki a hobbiából meg tud élni, az egy szép szakma, ugye, mint az enyém. Én is már hál' Istennek megélek belőle. Igen. Egyik kulcsa a boldogsághoz, azt mondják, bár az mondjuk máshol keresendő, szerintem van egy olyan elméletem, hogy a boldogság az minden nap ott van az emberbe. A fontos, hogy lebontsuk a napot 24 órába, és abból 20%-ot hagyunk a probléma megoldás, számlák, a idióták, meg a sok hülyeségre, igen, és 80%-ban semleges, vagy ha lehet, kellemes gondolatok legyenek az ember felében. És ezt így fel tudod bontani, és tényleg tudod tartani. Mondtam egy kb. Egy ilyen arányt. Aha. Egy kb. Na most, hát mindenkinél más, és minden nap más. Úgyhogy nem egyszerű az, mert hogyha például 100%-osan boldog vagy, na az már klinikai eset. Már szedsz valamit. Igen, az pszichiáter kezeli. Szóval igen, az se lehetséges, ugye? Hát de hogyha 50 vagy valami nagyon kis százalék, akkor megint. Depresszáns, blabla, szóval azt is kell kezelni. Úgyhogy én szerintem ez a jó arány. Az egészséget. Szerintem ennyi a boldogság, és ez alá lehet rendelni mindent. Az igen. Anyagiakat, státuszt. Filozófus lett belőle, te csak jó, de nem láttalak. Inkább mit főzök. Hogy azt még nem csináltam, de... Soha életedben nem főztél még? Biztos főztem. Csak nem emlékszem rám? Emlékszem, de hát valamikor igen. Biztos, egyszer, biztos egy tükörtojást, vagy valamit csak összedobtál. Jaj, a rántottában nagyon jó vagyok. Na, ugye. És ha nem te főzöl, akkor ki főz neked? Igen. Hát, feleségem. Áj, szerencsés emberke vagy. Az mindig is volt. Feleségek voltak, úgyhogy igen. Te eljöttél ezzel a puliszkás ötlettel, és mondtad, hogy nálatok hétvégén ez volt, vagy szombaton, vagy nem is tudom, már még nap beszélgettünk. Örültem, mert még tényleg se puliszka, se ilyen túrós, puliszkás ételek még nem kerültek nálunk itt a Konyhassóba az asztalra, így nagyon örültem neki, tényleg egy kis tradicionális ételt behoztunk. Hát nem magyar tradicionális, ugye nagyon kevesen is ismert. Nem, igen, de viszont itt Erdélyben eléggé. Hát itt azért mindenki. Igen, a tatám székely volt, és a puliszka volt a mindene. Igen. Jó, de hát abban az időben kenyér helyett. Igen, bizony. Az volt, ugye, ilyen
nem is tudom mi, kondérba. Igen, és kiborították, igen, kiborították, és madzaggal. Amúgy szírnával. Mai napig is még... Vannak helyek. Vannak. Jó. Nem tudom, hogy szereted, egy kicsit hígabban, vagy egy kicsit erős, sűrűbben, vagy keményebben. És milyen kritérium után öntöd bele a puliszkát? Mert nem mindegy. Hogy milyen kritérium után? Hát, hogy találomra? Hát nem, azért egy jó pár éve már készítem a puliszkát, és ugye ez egy olyan liszt, ami megdagad. Na most, ha belenézel, akkor olyan még elég leveses. Na de mennyit töltesz? Hát én most nem tudom, hogy itt mennyi van, kb. Egy olyan 20 dekát tettem egy ilyen fél, egy liter vízhez. 20-30 dekát, de szerintem 30 deka még nincs. És akkor megvárom. Nem a felét, mint a mennyi víz. Én nem úgy szoktam készíteni, nem. Soha nem mértem le amúgy, de viszont, hogyha látod, ezt kezd így sűrűsödni, viszont nagyon kell vigyázni rá, mert nagyon fröcsköl, és ugye megsüti a kezed. És akkor így addig kavargatom, ameddig szépen be nem sűrűsödik. Most én nem szeretnénk egy nagyon kemény állagú puliszkát csinálni, igen, mert úgyis még a lerve is, hogy betesszük, még ott is fog egy kicsit sűrűsödni a túrós dolgokat, de látod, milyen szépen besűrűsödött. És hány percig kell ezt főzni? Hát, egy olyan 15 percig szerintem, ameddig azok a szemek... 15 perc? Olyan sokáig? Igen, ameddig a szemek megfőnek. Mert hogyha nyersen marad, akkor nagyon kemények a szemek, és nem jó. Csabi, hát én nagyon régen... Én nagyon régen ismertelek meg téged, még a macskás időszakból. Az egy olyan hány éve is számoljunk? Kicsit 7? Á, de hogy 7? Több? 8. 9? 8? Igen. 8. Pontosabban. Fú, telik az idő. 8, igen. Úgyhogy elég régi barátság a miénk. Sokszor mentünk hozzád. És most hallottam, hogy egy másik helyre. Pont valami igen. Friss dolog ez. Igen, úgyhogy magyarázz egy kicsit, hol hallhatunk még téged? Épp ma derült ki, igen. Hogy megpróbálunk egy ilyen vendéglőt bevezetni a Korzón, a Villa Pódi pincébe. Az ott igen. Van egy kis pincát, egy 40 személyes végül is, nem olyan nagy, de hiszem, hogy ott össze lehet hozni egy ugyanolyan hangulatot, mint volt a macska, ez lesz a cica. Cica? Igen, a sztárka. Jó, majd megyünk hozzád, meglátogatunk igen, ott is. Igen. Nagyon finom a vacsi ott is, jó főznek, úgyhogy melegkonyhás a dolog. Majd megnézzük. És hát megpróbálunk egy nagyon-nagyon, hát ilyen családi, bulizós és a legfontosabb laza környezetet összehozni. Hát, ez nagyon szóval fontos. Nem kardot nyelünk, kiöltözünk és bemutogatjuk, megmutogatjuk, majd mi, hogy mi. Igen, hát ez szóval ilyen kis laza. Nem, igen, igen. Jó, ez mondjuk gondolom nem teniszcipős és nem tréningnadrágos, hanem hát, egy farm. Ha kérhetem, akkor susogós. Egy olyan jó kis casual öltözet. Igen. Igen. Nem mindenkinek az ízlésre van bízva, de csak jó ízlések lesznek ott. Remélhetőleg. Ki van zárva. Értem. Az a kategória, persze. Na, hát én úgy gondolom, hogy ez kész, ha megkóstoljuk. Aha. Gyere, kóstoljuk meg. Adjuk neked egy kis kanalat. Csak vigyázz ne, hogy összesüsd magad, tessék. Igen, igen. És én is bele túlok egy kicsit. Talán még egy kicsit. Még egy kicsit. És teszünk még hozzá egy kis sót. Nem nagyon szeretném első sózni, mivel ezek a... Hát szerintem, hogyha sós tudó, akkor nem kéne. Hát, de egy picit ja, jó, azért még... Igen. Csak egy picit a lelki ügyömért. Még egy fél kilót, ha kérhetem. Na, hát még kavargassuk egy kicsit. Ha nem kavarod... Szerintem megpuhul az. Azt mondod. Nem olyan, mint a rizs? De. Nem, most olyan. Csak okoskodok. Nem egészen nincs. Olyan, mint a rizs, de viszont még ott is fog puhulni. Na, jó, meg... Viszont azt még meg kéne pirítani, adok egy serpenyőt, ja. És akkor ezt rád bízom. Igen. Úgyis már meleg, akkor visszakapcsolom egy kicsit. Úgy, tessék. Igen? Aha. Én értek hozzá. Ó, szerintem igen. Na, hát lereszelem a sós túrót. Ó, szerintem ez fogja a feleségem látni, és akkor oda fog tenni főzni. Na, hát ez a lényege, hogy te is azért igen. Próbáld ki, hogy milyen. Ha csak te csinálod, vagy annyira nem is vonz, ennyire nem vonz a főzés. Nem tudom, hogy miért, de jobban szeretek enni. Mondjuk szerintem ez meg is látszik rajtam. Hát igen, rajtam is. Sajnos. Elég puha. Úgyhogy szétesik a kezembe, de
annál fincsibb lesz. Úgy szeretem, hogyha nagyon turós és nagyon puliszka kevés legyen benne. És minél több turó sajt. Úgy. És akkor nézzük meg ezt a burdufot is kicsit közelebbről. És ez a burduf az ilyen... mi az végül is? Egy jó turó, egy... Ja, jó. Igen. Akkor nem kell olyan... sajt vagy ilyesmi. Nem. Egy olyan jó turó, amelyik még egy kicsit be van sózva és érlelve van. Hogyne, tessék. Nagyon finom. És akkor ezt így bele morzsálom, mert ezt reszelni nem tudom. Viszont elég erőteljes az íze. Igen, csak hogy ebből keves, épp azt akartam mondani, hogy ezt azért ebből csak nem finnyán válni vele. Bizony. Úgyhogy ide, oda úgy ajánlanám, hogy egy negyed rész. Hát szerintem még annyi se, ez így doszt elég. Akkor még annyi se. Mert ez nagyon szépen rá fog olvadni, és elég lesz. Mert nagyon intenzív íze van, még egyszer mondom. Jó. Én a szalonát úgy szeretem, hogy nagyon megégetve. Nagyon? Illetve sötét. Megpirítva. Sötét barna. Értem. Színű legyen. Akkor úgy süssük. Csak tegyük vissza a tűzre, másképp nem fog. Ja. Ez a hátránya, tudod, ha nincs tüzed, akkor nem főzünk. Ja. Na most a kerámia lapon, ugye? Nem, más igen. Nem kell csiholni a tüzet. Ugye ezt egy kicsit kavarom, hogy ne pillésedjen föl, mert azt nem szeretem. Ja, értem. És akkor megvárjuk a szalonát, abból is teszünk egy keveset. Teszünk egy réteg turót, még egy réteg sajt, még egy réteg kis burdusós turó. Igen? Aha. Rétegesen. Nagyon, nagyon fogod szeretni. Igen. Remélhetőleg. Igen. Az én változatomat is, de ha nem lesz jó, akkor megyek a feleségedhez és tanulok tőle. Yes. Jaj. Van? Hogyha nem főztél életedbe, gondolom, van egy kedvenc ételed, vagy van egy olyan étel, amit elmentél egyszer étterembe, és, vagy valakihez haza, és nagyon finomat főzött. Gondolom, van egy ilyen étel is, amelyik neked nagyon bejött, és nagyon ízlett. Igen, hát a tejfölös paprikás, igen. Az mindenféleképpen és mindenféle törettel nekem jöhet. Akár tejfölös paprikással is. Nem kell hozzá nukedli, vagy makaróni, vagy akármi. Az a töltött káposzta. Ó, igen. Édes káposztában. Én is, paradicsomoson vagy kaprosan. Igen. Jó, ezt kavarjuk meg egy kicsit, jó? Amúgy ez egy nagyon, nagyon gyors étel. Igen. Amiket felsoroltál, azok nem igazán. A töltött káposzta ugye az jó kis 3 órát kell. Én úgy szoktam készíteni, hogy azt is a sütőbe, és ilyen jó kis agyagedénybe. Kevés, nagyon kicsi lángon. Azt mondanám, hogy a tradicionális ételek. Uh-huh. Az, ami téged vonz. A többit én úgy hívom, hogy bohóckaja, de ez nem jelent. Bohóckaja, tényleg? Igen, hát persze. Akkor én úgy hívom az ilyen elitebb éttermekbe, ha elmegyek. Én nagyon szeretem, én nagyon gurmi vagyok amúgy. Viszont úgy hívom, hogy kupacos kaja. Mert itt egy kupac, ott egy kupac, itt egy kicsi kupac. Erről jut eszembe. Igen. Svájcba zenéltünk. Aha. Egy ilyen szilveszteri buli feleségemmel, és akkor francia főszakács. Nagyon szeretem a francia konyhát. És akkor minden fogást kihoztak, és kellett prezentálni. Akkor intettek a zenekarnak Ácsi. Eha. És akkor ben... Közben ezt kavarjuk, mert igen, meg fog égni. És akkor, igen, Ácsi, és bemutatták az ételt, hogy milyen hangulatban volt a szakács, és mi ihlette meg, nagy körülményeket. Igen, na mindegy, ez mind nagyon szép volt, de kb. Annyi, mint ez a, ha látszik, igen, ez a sajt. Na, ez túl nagy. Na, ettől kisebb volt egy ilyen hatalmas tányéron, tálon. És egy olyan valamit így bemutatták, azt a kreációt. Igen. Már elég éhesek voltunk úgy. Éjszaka a feleségemnek, és akkor mondtam, hogy nyugodjon meg. Aha. Ezek előételek, de majd jön a főfogás. És akkor majd megállunk, és fogunk enni.
Elmaradt. Elmaradt a főfogás? Hát mind ilyen. Jaj, hogy mind ilyen kicsi. Bohóc kaják, ott, ilyen kis kóstolok, olyan éhesek, maradtunk el. Amúgy tudod, hogy nagyon egészséges a kupacos vagy a bohóckaja, ahogy te mondod, mert akkor nem eszel olyan nagy mennyiségbe egy fogást, hanem eszel egy kis zöldséget, eszel egy kis húst, eszel egy kis ezt, egy kis azt. Úgyhogy az sokkal egészségesebb. Hát, egy jó nagy adag. Sok dolgot, ugye? Uh-huh. Hallottam, hogy ugye a vegetáriános kaja nem hízla, hát de nézzük meg a teheneket. Ne hűskedj. Vagy ilyen Csabi. Kis tengergyümölcse, ilyen kis planktonok, és a bálnák, mitől hisztak meg? Na. Ja. Jó, szerintem de az mindegy. Jó is lesz, mert még az úgy is fog egy kicsit pirulni. Abból de nem is. Barna. Nem barna, muszáj barna. Hát ez igen, nem olyan. Akkor ott van a zsír benne, nem jó. Jó, akkor még pirítjuk. Jó, meggyőztél. Szerintem ez jó lesz, hogy barna lesz, hogyha ide minden tesz. Igaz és pirul. Arról nincs tudomásom, hogy viselkedik. Uh-huh. Jó. Na, mindennel meg vagyunk a szalonnánk szépen barnára. Megmutatom a kedves nézőknek, hogy milyen szép barnára sütötte a Csabi. És akkor most jön, veszek egy kanalat ide is. Teszünk egy kis szalonnát. Ez jó ropogós lesz. De nem lesz. Csak a tetejére? Nem. Hoppa. Hoppa. Úgy, mindenfele. Még egy kanál. Úgyni. És egy kis zsírral megrocsoljuk. Úgy. Jó, és akkor most jön rá a puliszka. Ez a második réteg? Nem, ez az első. Ez az első. De itt nem lesz második és első réteg. Jó, értem. Itt csak egy puliszka lesz, és aztán megint a sajt, a túró. Egy puliszka szendvics, értem. Igen. Úgy nem csináltunk sok puliszkát, én mondtam, hogy úgy szeretem. Ez jó gazdagon lesz, igen. Én úgy szeretem, ha sok a ne, ez sajt. Jogos. Ez is kész. És akkor most kezdjük előről. Tóstúró. Jó kis fotót láttam a Facebook sin. Igen? Hogy sírva egy nő mondja barátainak. Képzeld el, a barátom szakács, és azt mondta, hogy víz alatt pucoljam a hagymát, és majdnem megfulladtam. Jó, Istenem! Erre sincs már szükségünk, az asztalt is letöröljük. Te hogy szoktad pucolni a hagymát? Semmiféle eszköz. Semmi? Nem. Ezek ilyen... Szépen, jó. Csendesen sírdogálsz, ért? Hát, hogyha egy vagy két hagymáról van szó, akkor gyorsan, annyira gyorsan megcsinálom, hogy nem ér el a szememig, és akkor nem sírok. Viszont azt szokták mondani, aki egy szakács, aki sír a hagyma mellett, az lusta szakács. Így, hogy ez két oldalú. Értem. És akkor most ráteszem a szalonnát. Olyan maradékot. Uh-huh. Úgy. Na, végül is jól lett a színe. Bizony. Egy kis zsírral is meglocsoljuk. Mert hogy az alsó szalonna réteg, az nem fog pirulni. Ugye? Mert jól eldugtad a cuccok közé. És most jön a sajt és a tejszín. A micsoda? Tejszín? Tejszín, tejföl. Ja, tejföl. Úgy. Uh-huh. És ezt is kanalakba teszem. De azt nem még sütés előtt? Vagyis utád? Nem. Tejföl? Uh-huh. Ezt is kanalakba ráteszem. Az is felmelegedjen. Bizony. Uh-huh. És ezt nem is igazgatom el. Most meg szórom sajttal. Uh-huh. Úgy is le fog ülni. Bizony. Úgy. Fú, hát szerintem jól néz ki. Mit mondasz? Szerintem is teljesen rendben van. Úgy, és ez mehet a sütőbe. 180 fokra egy olyan 25 perc, 20-25 perc, attól függ, amikor egy kicsit a teteje megkapódik, akkor lehet kivenni. Na, én be is teszem. Jó. Segítesz? Nyitod nekem a... Yes. Úgy, köszönöm szépen. Nos, ameddig a puliszkánk sül, addig azt mondtuk, hogy megcsináljuk a sütit. Együk meg. Ja, csináljuk meg. A fakanál a te kezedbe, vigyázz! Yes. Na, egy bögrés sütit készítünk, ahhoz jár egy bögre olaj. Ezt így beteszem az egészet. Jó. Jön egy bögre joghurt, vagy kefir, vagy aludtej, vagy bármit lehet ide használni. Úgy. Ezt
is kimérjük szépen. És savanykás? Igen, ez egy kicsit savanykás. Aha. Úgy, ezt is hozzáadjuk. Úgy. Két bögre. Liszt. Én szerintem, hogyha megtanulnák főzni, igen, akkor tudnák. Hát, az biztos. Úgy. Egyértelmű. Egy. Ezt már keverheted össze. És már kezdhetem? Neki is állhatok. Én vagyok a botmixer. Kettő. Jön hozzá egy bögre cukor. De ez természetesen ízlés dolga, szóval ha nem szeretnél vele tenni egy bögrét, nem szeretnéd annyira édesen, akkor csak egy felet teszel bele. Jó? Én teszek bele egy csipet sót. Szerintem ez nem igazságos. Nem? Miért? Ez a süti. Miért? Hát miért finomabb a liszt, mint a cukor? Valamitől össze kell álljon. És akkor van itt három tojás, ezt is még hozzákeverjük. Itt látod, nem habosítottunk ki semmit, csak egyszerűen be az edénybe. Összekavarni, és már mehet is a sütőbe. Úgy. És ne felejtsük el... Ez ilyen egyszerű? Igen, a sütőport. Ettől fog meg... Jaj. Megnövekedni. Úgy, nem teszünk egy egészet, teszünk egy felet, mert szerintem elég lesz egy fél is. Jó, és akkor itt van a mágikus spray. Ez egy vajspray. Oh. Ettől nem fog leragadni. Vajspray, aha. Ezt jól kifújjuk, és kész. Szilikon is jó. Szilikon is jó. Igen, csak nekünk egy olyan, júj, milyen köd lett, látod? A szilikonnal az a nagy probléma, hogy nem lehet megenni. Ez ilyen részletkérdés. Na de műszer van, milyen szép tőle. Szóval? Hát igen, így is lehet venni, az tökéletes. Azzal már nem is kell csinálni semmit. Ezt, ha így jól össze van kavarva. Ezt veszem. Veszem a kis szilikonos lapátomat. Na, van csak. De ezt azért szeretem. Ezt nem lehet megenni. Megetem. Ezt azért szeretem, mert a fal az edényből nagyon szépen kivehető. Ó, tudom, massza. De szép, tényleg. Uh-huh. És akkor ezt belőle. Jó, hogy feleségemnek fogok venni egy ilyet. Ha kedveskedni akarsz. Hát 100%-os. Úgy. Ez nagyon jó kis találmány. És megmutatom. Tényleg. Nem marad benne szinte semmi. Azt a mindenit. És akkor rászórjuk a meggyet. Gyere, segíts. Szépet teszem, és akkor én megpakoljuk meggyel. Ja, és akkor tologassam én is rá a meggyet? Igen. És akkor itt belenyomkodjuk. Na. Na, hát ezzel készen is vagyunk. Ezt félretesszük. De jól néz ki, szóval. Na, ugye. Készen van a puliszka. Ilyes vagy? Kiveszed? Kiveszed te a sütőből, vagy vegyem én? Inkább te. Jól van. Akkor rákészülök. Jó. Ó, de milyen illata van. Igen? Uh-huh. Nézd meg ezt, hogy néz ki. Ide teszem. Ó, de jól néz ki. Tetszik? Azt. Akkor jó. Ez más. Ezt nem igazán lehet nagyon szépen tálalni, mert ugye egy híg valami van benne, de megadjuk a módját, és jó tradicionális. Kis tradicionális edénykékbe tesszük. Úgy, és akkor segítünk neki a kanállal. Oh, az igen. És akkor mit tesszünk mellé? Jó. Szerinted hogy néz ki? Tökéletes. Ugye? Tökéletes. Na, hát lehet tenni. Randa is finom. Randa is finom. Na, kóstoljuk meg, amit főztünk. Jaj, kóstoljuk meg. Értem. Remélem, hogy ízleni fog, de mondom, ha nem ízlik, nem olyan, mint a feleségedé, akkor megyek hozzá tanulni, csak hogy tud. Fúj.
Ezt nem mondod komolyan? Isteni. Csak kíváncsi voltam az arckifejezésre. Ne jezges. Jó. De szerintem is nagyon finom. Hú, és hogyha egy kis tejszínt is veszel rá. Hát ez igen. Hát nagyon finom tényleg. Egy héten egyszer talán meg lehet enni. Tényleg ritkán szoktam. Én húsos vagyok. De akkor olyan jól esik. Hát igen. De most nekem is nagyon jól esik. Úgyhogy ebből biztos lesz még egy adag evés. Hát, nagyon-nagyon finom. Na hát remélem a kedves nézőknek... Egyik nagy kedvencem. Kedves nézőknek is meghoztuk a kedvét, kedvüket, és elkészítik ők is otthon. Már a kismeri, persze. Már a kismeri, természetesen. Jó, hát akkor jó étvágyat! Nem sokára kész a süti. Ó, alig várom. Most már ki is lehet enni. Kiveszem én, vagy kiveszed te? Hát rám bízom? Nagyobb rutina. Oké, okay, rendben. Na? Ó, de jó néz ki. Ez igen. Megnézem. Ó, hogy ezt szépen ki tudjam venni. Remélem az alja sem ragadt le. Szerintem egy kis tejszín se ártana rá. És ezt megszórjuk egy kis porcukorra. Nagyon gusta. Úgy. Melyiket szeretnéd? Ezt. Azt. Úgy. Most nem teszem formába a tejszínt, hanem csak úgy ráteszem jó kis rusztikusan, jó? Jó, jó. És akkor dézsmálhatom? Igen, igen, légy szíves. Veszek egyet, csak még nagyon forró, és félek, hogy megégetem magam. Lefújom a cukrot, ahol. Hú, de nagyon. Mint egy kavartészta. Böglés kavartészta. Hú, de finom. Ízlik? Még egy kicsit meleg. Nem baj? Nem. Oké. Okay. Lehűtő a tejszínem. Jól van. Azt meg egyenesen imádom. Hát Csabi, nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásomat, és szerény konyhámba főzőcskéztünk egyet. Én köszönöm a lehetőséget, hát nagyon finom volt, amúgy egy jót tettünk. Örülök, úgy hogy ez lett minden. Na, ja. Szia! És hello, viszlát, és viszlát a nézőknek is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem önöknek is tetszettek a receptek, viszontlátásra!